Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió május 12-i keddi adását látják. Ezúttal is híradóval kezdünk, nézzük mai témáinkat. A város kinyitott és készen áll a vendégek fogadására. A magánszállás helyekre már érkeznek a turisták, a szállodák többsége pedig a következő egy hónapban tervezi a nyitást. Hévízen a fókuszban most a biztonság és a minőség áll. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Az elmúlt hétvégén megnyitott a tófürdő, a lazítások következtében pedig sorra nyitnak az üzletek és a teraszok is a városban. A megszokott szolgáltatások jó része így már elérhető. Az össze is állítottunk gyakorlatilag egy 5+1-es csomagot, ami tartalmazza azt, hogy a foglalásokat 100%-ig megkapják az emberek, 100%-os a védelem gyakorlatilag, amit ma nyújtani kell ezen helyzetben. Nyitva vannak az üzleteink, nyitva vannak a szálláshelyek, nyitva van a hévízi gyógyfürdő, úgyhogy Hévíz, még ha nem is azon abban a mennyiségben, mint a veszélyhelyzet előtt, de 100%-os biztonsággal és 100%-os szolgáltatásokkal várja az embereket, mind az egészségturizmus, mind az aktív turizmus, mind pedig a gasztronómiai szolgáltatások területén. A napokban 4500 válaszadó részvételével kutatást tartottak, amely szerint a megkérdezettek 80%-a választaná úti célul a várost, többségük pedig mielőbb, már május végén vagy júniusban szeretne jönni. És bár a külföldiek még nem érkezhetnek, de jelentős az érdeklődés a német és az orosz piacról, és hasonló a helyzet a cseh, szlovák és szlovén vendégek körében is. A magánszálláshelyek és a panziók reagáltak a leggyorsabban. Ahogy lehetővé vált az, hogy az emberek utazzanak, ők gyakorlatilag másnaptól már tudták fogadni a vendégeket. Náluk alapból adott az, hogy külön apartmanokban elkülönülten tudják a családokat vagy a párokat elhelyezni, tehát nagyon könnyen fent tudják tartani a kötelező távolságtartásnak az intézményét, úgymond. A hévízi hotelek és panziók rugalmas foglalási feltételeket dolgoztak ki, hiszen még van némi bizonytalanság az utazást tervező körében, és ezzel is szeretnék megkönnyíteni a turisták döntését. A Veszprémi Főegyház megyében összhangban a kormány által nyújtott enyhítésekkel részlegesen feloldották a szentmisékre vonatkozó korlátozásokat. Így március óta először tarthattak nyilvános szentmisét a településeken, így Hévízen is. Természetesen a szükséges biztonsági előírások betartása mellett várták a híveket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. A veszprémi érsek határozata alapján ismét tarthatók nyilvános szentmisék az egyházmegyében, lehetőleg szabadtéren. Ennek megfelelően Hévízen az egredi templom mellett a múzeumkertben várták a híveket. Az Isten tiszteleten csak a 65 év alattiak vehettek részt, és a jelenlévőktől azt kérték, a külön háztartásban élők tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot. Ezen kívül az előírásoknak megfelelően csak kézbe áldozhattak a hívek, és a kézfogás is tiltott volt. Természetesen a templom az most nyitva van, ki van helyezve kézfertőtlenítő, a szentelvíztartóban nincs szentelt víz, de viszont hát mindenkinek azért így próbáljuk lehetővé tenni azt, hogy hát egy rövid imára vagy egy kis megpihenésre próbálnak, lelki felüldésre próbálnak betérni a templomba. És akkor hát így, ahol meg tudjuk oldani, így Hévíz és környékén, akár ugye Hévízen itt az egredi templom mellett, Alsópálkon a templom előtti téren, Rezibe pedig a plébánia udvarán tudjuk megoldani így a szentmiséket addig, amíg zárt térben nem tudunk bemenni. A nagyszámú jelenlét is azt mutatta, hiányzott már az ilyesfajta lelki feltöltődés a híveknek, hiszen a szertartásokon való személyes részvétel fontos a hitéletben. Hálát adhatunk a jó Istennek, hogy épségbe, egészségbe átvészeltük legalábbis eddig ezt a nagy bajt, és nagyon örülök, hogy újból részt vehettünk egy ilyen szentmisén. És mi itt lakunk a szomszédban, nekünk olyan nagy öröm volt újból itt lenni és részt venni a misén. Thank you.
Az Esperestől megtudtuk, amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik és nem érkezik újabb érseki rendelkezés, vasárnaponként 10 óra 30 perctől rendszeresek lesznek a nyilvános szentmiség Egregyen, a múzeumkertben, ám továbbra is azt kérik, csak a 65 évnél fiatalabbak vegyenek részt rajta. Az idősebb korosztály vasárnaponként 14 órától továbbra is felvételről követheti a szentmisét televíziónkban, vagy az interneten keresztül. A rendszeres kézmosás és a fertőtlenítőszerek használata a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos. Bőrünk egészsége szempontjából azonban nem szabad megfeledkeznünk a hidratálásról sem. Hasznos szakértői tanácsokat kaphatunk a következő percekben. Védjük meg bőrünket a káros hatásokkal szemben. A testünk legnagyobb szerve a bőr, az első és a legjobb védelmi rendszer a külső hatásokkal szemben. Amikor egészséges, számos rétege összhangban működik a védelem érdekében. Amikor azonban károsodott, már nem képes hatékonyan ellátni barrier funkcióját. A rendszeres kézmosás, a fertőtlenítőszerek gyakori használata kiemelten fontos a vírus terjedésének elkerülése érdekében. Ha nem megfelelőképpen alkalmazzuk, károsíthatja bőrünk hámrétegét és kialakulhat a kézszárasság. Ezért ne feledkezzünk meg a bőrápolásról sem. A kézmosást követően váljon rutin tevékenységé a hidratálás is. A kézmosásnak megvan a szigorú előírása, hogy az 40 másodpercig hogy tartson ebben a vírus veszélyes időszakban. Fontos, hogy a gyakori kézmosások után visszahidratáljuk, visszakenjük kézápolóval a bőrünket. Ez legjobban olyan szerekkel történhet, ami bőrazonos lipideket tartalmaz, ezeket a ceramidokat, illetve tartalmazhat olyan anyagot is, ami a vízvesztést gátolja, tehát ott tartja a szarulétekben a vizet. Leginkább érdemes körülnézni patikákban, ahol bevizsgált készítmények vannak. A szakember hozzátette, most kiemelten fontos a védekezés. Használjuk a javasolt maszkot, amit minden esetben tiszta kézzel helyezzünk fel az arcunkra. A kézmosás minimum 40 másodpercig tartson, szabályainak megfelelően szappannal, meleg vízzel. A bevásárlás során használjunk gumikesztyűt, a maszkot pedig minden esetben a pántjánál fogva távolítsuk el a bőrfelületről. A jó idő beköszöntével az UV-sugárzás is bőrünk szárasságát eredményezi. A fényvédőszerek használata mellett kerüljük a tűzőnapot, védjük magunkat kalappal, napszemüveggel. A fényvédő krémeknek ma már érdemes figyelni azt, hogy ne csak UVB ellen, hanem UVA ellen is védjenek, hiszen mind a kétfajta sugárzás károsodást okozhat a bőrben. Az UVA ugye egy kicsit mélyebbre hat, a bőr kollagén és elasztikus rétegét, rostjait károsíthatja, tehát magyarán ez főleg a nőket érdekli, hogy a bőröregedést felgyorsítja. A bőrrák kialakulásában is természetesen szerepe van. Az UVB pedig tudjuk, hogy a D-vitamin képződésért felelős, és a bőr felégéséért. Tehát óvatosan a napozással. Használjunk bőrtípusnak megfelelő fényvédőszereket. Érdemes legalább 30 faktorosat alkalmazni, mely UVB és UVA sugárzás ellen is védi bőrünket. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre. A gazdaságvédelmi akcióterv. Bértámogatás a veszélyeztetett munkavállalóknak. Adócsökkentés a munkahelyek megtartásáért. 0%-os hitel a vállalkozóknak. Hiteltörlesztések felfüggesztése. A 13. havi nyugdíj visszaépítése. Megvédjük a munkahelyeket, és biztosítjuk a családok megélhetését. Egyetlen magyar sincs egyedül. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Most következő magazinműsorunkban elsőként stúdióbeszélgetést láthatnak Papp Gábor polgármesterrel, akit a város újranyitásának részleteiről és az újrakezdés szigorú biztonsági intézkedéseiről kérdeztünk.
Szombaton újra kinyitott a Hévízi tófürdő szabadtéri része. Dr. Kvarda Attila, a Hévíz gyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója számol be nekünk a jelenlegi helyzetről, a szigorú előírásokról és az első hétvége tapasztalatairól. Végezetül a Hévízi Új Színpad Egyesület Népi Komédiák című előadásának első részét tekinthetik meg, melyet korábban bérlet sorozatuk keretében mutattak be a nézőknek. Tartsanak velünk továbbra is, tartalmas időtöltést kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Hévízi Televízió Háttér című műsorában. Sorsfordító napokat él Hévíz. Ez a mai, illetve pontosabban a tegnapi is egy ilyen, hogy miért, azt egy nagyon rövid időbeli összefoglalással hadd kezdjem el. Nincs még két hónapja, hogy itt a Hévízi Televízió stúdiójában először beszélgettünk a vírushelyzetről. Akkor ugye a kormány által előírt korlátozásokról volt szó, és arról, hogy Hévízváros példás gyorsasággal gyakorlatilag órákon belül bevezette ezeket a korlátozásokat. Eltelt néhány óra, talán néhány nap, amikor is szintén egy stúdióbeszélgetés kapcsán hallhattuk először azt a szlogent, amely biztatást adott Hévízvárosának, egyszer s mint a külföldi turistáknak is, és mindenkinek, aki szereti Hévízt, ez pedig úgy hangzott, hogy Hévíz megvár. Ebben a biztatásban benne volt az is, hogy a vírushelyzetet megfelelőképpen kezeli Hévíz, és utána természetesen várja régi forgalmát. Nos, a sorsfordító időpont most jött el, úgy tűnik, legalábbis, hogy múlt időbe lehet helyezni ezt a nagyon hatásos szlogent, hiszen Hévíz megvárt, ennek az oka pedig az, hogy tegnap egy sajtótájékoztatón az hangzott el, hogy Hévíz újra nyit. A sajtótájékoztatót városunk polgármestere és Hán Horváth Orsolya polgármesteri főtanácsadó tartotta, ezúttal a stúdiónk vendége, polgármesterünk Papp Gábor, köszöntöm szeretettel. Köszöntök mindenkit. Valóban múlt idő-e a Hévíz megvár szlogen? Tényleg újra nyit-e a város minden dimenziójában és mindent figyelembe véve? Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy igen, hiszen a végigmegyünk a városon, és ez már nem csak erre az elmúlt hétvégére, hanem gyakorlatilag a múlt hét elejétől beszélhetünk erről, akkor számos üzlet, étterem, terasz, kávézó, magánszálláshely és hétvégén a Hévízi gyógytó is kinyitott és fogadta a vendégeket, és meglepetésszerűen nem is gondoltuk, hogy ennyi vendég fog ellátogatni adott esetben a Hévízi gyógytóra, de természetesen ez a fajta intézkedés, vagy ez a fajta nyitás, hogy elérkezhetünk ide, és ezt még számos esetben vélhetően meg kell köszönnöm a hévízieknek, és most is megköszönöm tisztelettel a hévízieknek azt a fegyelmezett, rugalmas magatartást, amit eddig megtettek, és amit most is látok a városon. Én erre nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ezzel a magatartással, ezzel a nyitással, ezzel az óvatos és biztonságos nyitással, amit elkezdtünk gyakorlatilag egy hete, és ebben is meg lesznek a lépcsők, és biztos, hogy lassú lesz. Tudni kell, hogy lassú lesz. Sőt, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az a biztos megoldás, ha lassan lépkedünk, lassan, de biztosan lépkedünk előre, és biztonságosan. Meghoztuk azokat az intézkedések, meghoztuk azokat a könnyítéseket, és persze továbbra is fenn kell tartanunk, hiszen ki kell szolgálnunk az időseinket, vigyáznunk kell továbbra is az idősek otthonára, étkeztetés is, hadd ne soroljam. Tehát a munka megint nőtt gyakorlatilag, és mindenki nőtt a teher. Ez most nem csak a hivatalra értendő, hanem mindenkire értendő, de azért, hogy elkezdjünk visszaállni az eredeti rendbe, elkezdjünk afelé haladni, meg kellett azt gondolom tenni ezt a fajta nyitást. Hévíz megérdemelte ezt a nyitást, a hévízi emberek megérdemlik ezt a nyitást, a hévízen vállalkozók is megérdemlik ezt a nyitást. Úgyhogy én optimista vagyok, természetesen napokban és dátumokban az ember ilyenkor nem tud mit mondani, mert butaság lenne, mert változik remélhetőleg pozitív irányba mindig ez a dolog, és nem negatívba. Úgyhogy itt tartunk gyakorlatilag az elmúlt két hónaphoz beszélgetéshez viszonyítva, amit említettél.
és én optimistán nézek ez elé, de a 100%-os biztonság, mindenki számára ezt tartanunk kell. Erre fajsúlyosan vissza fogunk térni a biztonság kérdésére. Viszont, amit polgármester úr említett, ezek az intézkedések, az idősekkel való foglalkozás, ezek, ha úgy veszem, Hévíz belügyei, a városi feladatok ehhez tartozik, például az is ugye, hogy újra nyitott a termelői piac is, természetesen a megfelelő szigorításokkal, tehát az látszik, hogy Hévíz készült az újranyitásra. A kulcskérdés viszont a turizmus megnyitása a Hévíz szempontjából, és itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy újra nyithatnak a szállodák, és ezt ugye két csomagban kell elképzelnünk. Hévízen vannak az úgynevezett nagy szállodák, és egyre jelentősebb szerepet kapnak a hévízi turizmusban a szobakiadó szolgáltatások. Gondolom nem egyforma képpen képzelhető el az ő nyitásuk. Ki mikor fogadhat már be rendeléseket, hiszen azért létezik egy olyan felmérés is, amiben 80% van a megkérdezettek, azt mondták, hogy most már nagyon szívesen jönnének Hévízre. Sőt, ez 86% bocsánat. Volt, de igen, fontos ez a dolog, és erre vissza is szeretnék térni, ha nem felejtem el. Egyértelműen másképp tud mindenki megnyitni. Bele kell gondolni, hogy egy szálloda, aki leállt gyakorlatilag, a dolgozóit szabadságra küldte, fizetés nélkül, de különböző változatok történtek, őnekik a kinyitás az akkor éri meg gyakorlatilag, hogyha már látják azt, hogy valójában vannak foglalásaik. Egy szállodát elindítani, azt nem lehet részletekben. Azt el kell indítani, mindenkinek ott kell állni, mindennek élén kell lennie, úgy, ahogy fogadni kell, és ahogy Hévíz mindig fogadja a vendégeket, és annál drágább dolog nincs egy szállodába a tulajdonosokat figyelembe véve, amikor minden az élén van, nyitva vagyunk, és nagyon-nagyon kevés vendég van. Ezért a szállodák az egyeztetések alapján is folyamatosan történik velük is az egyeztetés az önkormányzat részéről. Az várható, hogy május vége, tehát e hónap vége felé már például azok a típusú szállodák, ahol úgynevezett timesharinges rendszerrel, tehát bérlemények vannak, vagy tulajdonok vannak az embereknek, egyhetes, kéthetes nyaralásokra ők már elkezdenek nyitni, és június elejére pedig azok a szállodák is kinyitnak, tehát ez a pünkösd utáni hét, ami mondom még mindig változó lehet, hiszen a helyzet még mindig változtathat ezen, ők akkor szándékoznak kinyitni. De van olyan szálloda, amelyik előbbre hozta a nyitását, és már május harmadik hetében ki fog nyitni. A magánszállás kiadók is, ez alatt értjük az apartmanházakat, de akár még a kisebb panziókat is, gyakorlatilag, hiszen ezek családi alapon működnek általában, ők sokkal könnyebben tudnak kinyitni, és ők már ki is nyitottak. Számos, én magam is látom már a szomszédomban, hogy érkezett már külföldi vendég is adott esetben. Persze elsősorban most a belföldi vendégekre kell, hogy számoljunk, és ugye az még egy szűkítettebb keret gyakorlatilag Hévíz városában, vagy abból a tortából gyakorlatilag nem az egész tortáról beszélünk, hanem egy-egy szeletéről beszélünk. Tehát a belföldre számíthatunk elsősorban, habár nekünk a belföldi vendéggel semmi bajunk nincs, mert a belföldi vendég ez egy nagyon jó vendég. A külföldiek is én azt gondolom, hogy el fognak indulni, ez természetesen függ majd attól, hogy a különböző országok milyen döntéseket hoznak, mikor nyitják meg a határokat, de azt is látjuk, hogy óriási az érdeklődés, a kérdések jönnek felénk folyamatosan, akár az orosz piacról, a német piacról, Németországban tartományunként változnak a helyzetek, hogy hol nyitottak előbb, és egyáltalán hogy intézik az ügyeiket. Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, de én még Finnországból is kaptam levelet, aki folyamatosan figyeli az önkormányzat Facebook oldalát. Tehát én azt gondolom, hogy ez a különbség van gyakorlatilag a két szállás típus között, és az mindenképpen egy előny gyakorlatilag a magánszállás kiadóknak és a panzióknak, hogy a hévízi gyógytó is kinyitott. Hiszen az a fajta szolgáltatás, amit ők nem tudnak alapvetően biztosítani, tehát a gyógyászat, hiszen ezt egy szálloda alapvetően tudja biztosítani, de ott még azért vannak korlátozások, illetve tisztázandó kérdések, hogy melyik medencét nyithatja ki, hogy nyithatja ki, szauna kinyitása, reggelisztetés, számos megoldandó probléma van, de azt gondolom, hogy minden kérdés megoldható.
Úgyhogy, és már ráadásul a gyógytavon kezelések is felvehetők, a fedett fürdőrészben pedig az OAPS-be utaltak is már kezeléseket kaphatnak, de kifejezetten csak az OAPS-be utaltak. Tehát én azt látjuk, és éppen azért is tartottuk ezt a sajtótájékoztatót, ahol elmondhattuk azt, hogy Hévíz már nyitva van, ez mellett nyitottak ki üzletek, nyitottak ki éttermek, nem sorolom még egyszer el, közparkok, játszótereink és egyebek, úgyhogy elkezdődött az élet egy megfelelő biztonsággal. Már megint a biztonságnál tartunk, de még nem tartunk a biztonságnál. Mi van akkor, ha egy magánszálláshelyre bejelentkezik egy család, mondjuk 3 hét múlvára, viszont egy hét múlva úgy dönt, ilyen-olyan okoknál fogva, kicsit még fél, kicsit nem érzi magát biztos, hogy visszamondja. Ezzel is folyik az egyeztetés, és erre az önkormányzat az egyeztetések alapján azt tudta meghirdetni a tegnapi sajtótájékoztatón, mert becsülettel állnak hozzá, azt gondolom, a szálláskiadók, és a magánszálláskiadóknál sok esetben előre nem is kell adott esetben utalni a foglalással kapcsolatosan pénzt, hogy 100%-os garanciát adnak arra, hogy a foglalás módosítható, és ezek a garanciák azt gondolom megfelelőek az embereknek, vagy azoknak a szállásfoglalóknak, hogy nem fog elveszni ez a dolog, lehet, hogy arrébb tudják tolni, vagy lehet, hogy azt mondja, hogy most akkor mégsem jönnék. Ebből azt gondolom, hogy nem lesz senki között vita, és ebből az önkormányzat is egyeztet gyakorlatilag a Szobakiadók Szövetségével, és mindenkivel, akivel kell, de ez eddig is tökéletesen működött. Ebben a helyzetben pedig, amikor vigyáznunk kell egymásra, nem csak az egészségünkre, hanem a gazdasági kérdésekre is, akkor is azt gondolom, hogy ez így fog működni. Ugye, és ráadásul azt is tudni kell, hogy idegenforgalmadót nem kell fizetnie a vendégeknek. A szállásfogadónak be kell vallania természetesen a vendégészakát, hogy itt tartózkodott a vendég, mert ez az önkormányzatnak és a városnak egy fontos bevétele lesz ettől függetlenül, de megspórol gyakorlatilag 530 forint per fő per éjszakát egy vendég, aki Hévízre érkezik. És akkor most rákanyarodunk a biztonság kérdésére, hiszen ebben a helyzetben, amiben élünk, idestóva lassan 2 hónapja, azt hiszem, hogy ez a kulcskérdés. Kinyitni egy várost egy járvány időszaknak egy olyan periódusában, amikor könnyítések ugyan vannak, de az nem jelenthető ki, hogy a járvány elmúlt. Ez jár kockázatokkal, a kockázatokat akkor lehet csökkenteni, ha a biztonságot minél nagyobb százalékban lehet garantálni. Már most mit tegyünk, vagy mit tesz, mit tervez tenni a város azzal a gondolkodásmóddal, aminek egyébként a tévénézők tanúi lehettek a hétvégén, amikor ugye megnyílt például a Balatonpart számos kiránduló helyen egyetemben, és gyakorlatilag nyári forgalmat bonyolított a közeli Balatonpart. Emberek ezrei tolongtak a parton, maszk nélkül, kesztyű nélkül, minden nélkül, boldogan. Tehát mit tehet a város a közgondolkodással adott esetben szemben, vagy annak a mentén? Van-e mankó? Van, tudom, mutatom. Így van. Van mankó. Gyakorlatilag a Magyar Turisztikai Ügynökség egy kétféle COVID útmutatót adott ki, ami gyakorlatilag a turizmusban működő szálláshelyektől, attrakció fenntartóktól, az éttermesig, a kávézósokig egy ajánlást fogalmazott meg, pár oldalban nagyon könnyen elolvasható, értelmezhető, fönt van a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján, számos helyen megtalálható, kinyomtatható, 10-12 oldalról beszélünk, 5 perc az elolvasása egy-egy anyagnak. Ezt a gyakorlatilag a kormányinfón is felhozták az operatív törzs, hogy ezt mindenkinek ajánlják. Ebben ajánlások vannak. Ezeket az ajánlásokat kell, én azt gondolom, megfontolni és betartani. És ezek nem nagy dolgok, tehát nem nagy dolgok. Azoknak a betartása, hogy egy étterem vagy egy kávézó, aki meg tudta nyitni a teraszát, vagy az éttermét, vagy az üzletét, hogy az be tudja tartani azt, hogy a pincérjének legyen egy maszk az arcán, és kesztyűben szolgáljon föl, és másfél méterre üljenek egymástól az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy egy családnak másfél méterre kell ülni egymástól, mert egy család ülhet együtt, de egy szomszédos asztalnak másfél méterre kellettől lennie. Azt gondolom, hogy ezek alapkérdések,
vagy hogy legyen egy kézfertőtlenítő a mosdóba, vagy akár bárhol, amikor bejön a vendég és a kezét tudja fertőtleníteni, ezeket kell azt gondolom biztosítani, és ez azért is fontos, mert így fog a vendég biztonsággal abba az étterembe, abba a kávézóba és abba a városba, vagyis Hévízre eljönni. Jó tapasztalata lesz, pozitív élménye lesz, és ráadásul ezekről mi folyamatosan hírt adunk a vendégek számára is. És nem véletlenül tartunk ott abban a fázisban, ahol tartunk most, hiszen minden nap gyakorlatilag azon gondolkodtunk, és olyan híreket adtunk ki, amik megfeleltek a valóságnak, és mivel betartottuk eddig az intézkedéseket, legyen az szó piacról, legyen az szó polgármesteri hivatalról, bármiről, egy utcán való viselkedésről, ha ezeket betartják a szolgáltatók is, akkor őnekik is annál előbb fog megindulni az, a bevételi forrásuk, az élet. Hiszen ha azt fogja látni egy ideérkező vendég, mint amit lát a Balatonparton adott esetben, hogy egy X sütőnél 10 centi rácsorognak egymástól az emberek maszk és minden nélkül, igaz, hogy szabad levegőn vannak, de bocsánat, ne 10 centiméterre álljanak. Úgy, ahogy a Hévízi tófürdőrenél be lehetett tartani azt jelen pillanatban, hogy a pénztárnál és az öltözők úgy lettek kiosztva, meg legyen a másfél-két méteres távolság mindenkitől, és működött a dolog, hiszen ez egy próba is volt gyakorlatilag a hétvégén. Ezt meg lehet tenni mindenhol, és a bevétel ott fog jelentkezni, hiszen ide fog beülni, vagy oda fog beülni biztonsággal a vendég, ahol ezeket az alapfeltételeket jelenleg, amik szükségesek, betartja Isten igazából. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, és arra buzdítok mindenkit, hogy ezt a kézikönyvet, amit mi is természetesen terjeszteni fogunk, de tényleg mai világban három kattintással elérhető, olvassa át, szánjon rá 3 percet, és költsön el arra az eszközállományra, még az önkormányzat segít is, ha arról van szó, hogy maszkokat még adott esetben tudunk adni, ami fertőtleníthető, hogy a pincérein legyen maszk, legyen kesztyű, és lássa azt a vendég, hogy ahol bementem, ott tisztaság van, higiéné van, és a felszolgálók és az alkalmazottak is ezt betartják. Mert át fog ülni egy másik étterembe, ha ezt nem tartjuk be, vagy át fog ülni, és át fog menni egy másik városba, ha ezt nem fogjuk betartani. Tehát ez egy fontos, de nagyon egyszerű, és nagyon egyszerűen betartható kérés, vagy azt gondolom, hogy követelmény mindenkinek a saját maga érdekében. Önként adódik azonban a kérdés, hogy bár a biztonság csak nem garantálása, de legalábbis felvetése, Hévízváros szempontjából egy elég bátor vállalkozás. Mi van akkor, ha mégiscsak vannak olyan helyek, akik nem olvassák, nem veszik figyelembe, kvázi vendégriasztó módokat alkalmaznak, mert azért biztos, hogy lesznek ilyenek. Én azt tudom erre mondani, hogy az önkormányzat ebben az esetben nem egy eljáró hatóság, de úgy, ahogy az élet minden esetében, és ezt ha tetszik, hanem polgármesterként mindig vallom, a közösségi érdek az egyéni érdeket mindig felülírja. Tehát ha valaki nem tud és nem képes betartani alapvető szabályokat úgy, hogy ehhez segítséget is ad, és kap és adunk szívesen, akkor én azt gondolom, hogy ennek retorzióinak kell, hogy legyen. És a retorziók megállapításához én itt belemerem mondani a kamerába és nagy nyilvánosságot, az élére fogok állni. Ez nem politikai és nem bármiféle személyes kérdés, ez a város érdeke. A város érdekéhez pedig mindenkinek kutya kötelessége a lehető legjobban alkalmazkodni. És most nem egy olyan kérdésről beszélünk, ami veszélyeztetheti a vállalkozásokat, veszélyeztetheti a város továbblépését, és elsősorban veszélyeztetheti az egészségét az embereknek. Tehát aki ezt nem tudja betartani, vagy nem akarja, aki nem tudja, szóljon és segítünk neki, aki pedig nem akarja, az azt gondolom ne nyisson ki, fejezze be a vállalkozását, és nem kell Hévíz rossz hírét költeni ebben az esetben. Adjunk egy... Nálam ebbe zéro tolerancia van. Adjunk azért egy ilyen pozitívumot ennek a beszélgetésnek, hiszen arról van szó, hogy a Hévíz megvár szlogent dicső fényében átadjuk a múltnak, hiszen a tegnapi sajtótájékoztató és a mostani beszélgetés alapján új szlogen van,
hévíz újra nyit. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy a vendégünk volt. Köszönöm. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Óvatosan, felelősséggel, de használjuk azokat a könnyítéseket, amik a város érdekében megszületnek, és hévíz valóban újra nyit. Nagy örömünkre szolgált, hogy szombaton meg tudtuk nyitni a hévíz gyógyfürdőt. Természetesen az elvárásoknak megfelelően biztosítottuk azokat a feltételeket és rendszabályokat, amelyekkel a fertőzésnek a megelőzését tudjuk szolgálni, illetve amelyekben a Népegészségügyi Központnak az előírásai, illetve elvárásai voltak. Ezeket a munkatársaim mind biztosították a tófürdő területén, és nem csak előzetesen biztosították, hanem menet közben, üzemelés közben is folyamatosan nyomon követték és figyelemmel kísérték. És összességében meg kell állapítanom, hogy mind a vendégek, mind a munkatársaink nagyon higgadtan, nyugodtan tudtak dolgozni. A vendégek elviselték ezeket az előírásokat, illetve alkalmazták ezeket az elvárásokat. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki a hétvégén a tófürdőre látogatott. Rendkívül jó hangulatban telt el ez a két nap, több mint 800 vendégünk volt, pontosan 812. Az elmúlt másfél hónapban igazából készültünk a nyitásra, nem telt el tétlenkedéssel az idő, hiszen valóban nem volt mozgalmas a tófürdőnek az élete, és a veszélyhelyzetben a munkatársaknak a foglalkoztatását különböző munkaügyi, munkajogi eszközökkel kellett megoldanunk. De aki itt volt bent a fürdőben, az természetesen az állag megóvással foglalkozott a területnek a szépítésével, hiszen bőven az a terület, hiszen természetvédelmi terület és nagy zöld területtel rendelkezik a tó környéke. Ezért ez folyamatosan ad feladatot és munkát, tehát munkával el tudtuk őket látni, és remélem ezek a munkálatok olyan sikerrel tudtak záródni, hogy az egész év folyamán a vendégeink örömére tudnak lenni. Valóban rendelkezik dezinficiáló, tehát fertőtlenítő hatással a víz. Ezt egyébként bizonyos egészségi állapot elváltozásban, például bőr elváltozásokban is tapasztaljuk, hogy az ultraibaj sugárzással együtt, illetve a kémiai összetételnek következtében, illetve baktericid, virucid hatással, tehát összességében dezinficiáló hatással bír. Tehát ebben az esetben, a járványos időszakban talán ez még előnyére is lehet az ide látogató embereknek, hogyha fürdőznek a vízben, akkor ez a dezinficiáló hatás ez érvényesül. Külföldi turisták esetében nagy számú ideérkező vendégre, már mint a gyújtóra nem számolok. Azonban az elmúlt hetekben a kormányzati intézkedések következtében magyar vendégekre többre számítok, mint az elmúlt években. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamat, hogyha a magyar vendégek itthon maradnak, és a hazai turizmus a meghozott intézkedések következtében fel tud élénkülni és lendületet tud kapni, akkor a kieső külföldi turista számot nem fogja tudni pótolni, de azt gondolom, hogy ha ez így alakul, akkor az év végén, amikor az évet zárjuk, akkor nem leszünk annyira elkeseredve. Igen, egy udvarra feküdtek le, valami idő lesz biztos. Már biztos, mert úgy hasogat a vállam. Mégis mindig finolod ezt a hadat, aztán mindjárt jönnek, aztán teleköpködik csepivel, meg fozdeggyával.
hát ezt a macskaszart csak ki kell seperni, aztán nem szeretném, ha a nimfek megszólnának. Magam még mozdjék már meg, mert olyan ószaga van. Ószagom van, hát kisasszony szagom nem lehet, hát nem a tükör elügyöttem. Ez a macska most. Aztán valami vacsora van? Van, csak igyekezzék megenni, mert mindjárt itt vannak a forrók. Aztán nem szeretném, ha belebánodnának a fazekomban. No, itt egy kis faszú. Jó, ez a passzúj, de ha egy kis kóbászta megbolondítottad volna, mindjárt ékesebb lenne. Főha, hát reggel is kóbász, meg este is kóbász. Hát még a végén elcsapja a hasát, azt nekem bikával álmodik. Nem bánnám én még azt a bikát, és lehet, hogy levágnám. Csavagd már folyább azt a rosszámes lapatat már, Petrom se a régi. No, azért a száját csak megeliken, azt nem jár úgy, mint a Szabó Koma. Miért, ahogyan jár? Hát az úgy történt, hogy a minap azt mondja a Szabó Koma, a Kománénak, hogy fölmegy ide az alsó Pálóki hegyre egy kis borocskáé, de vacsorára meggyűr. El is ment, de útközben tanálkozott a Komájával, fölértek a pincéhez, jó, elbeszélgettek, elborozgattak. Az idő meg ment a maga útján, be is esteledett. Kománi megfőzte a vacsorát, elunta magát. Már fel is mosogatott, de a Koma csak nem jött, hiába várta. Hát aztán fogta a levest, oda tette a masinyára, a mosogató fazok mellé, és elment lefekvenni. Jó késő éjszaka, jött haza a Koma jó kapatosan. Örült, hogy lefeküdt az asszony, legalább nem csatorál vélek, hogy megint becsicsantott. Egyenesen a masinyához ment, lámpát se gyújtott, világított neki a holdvilág. Elkapta a fazekot, az elkezdte konyolozni. De hát nem ízlett néki. De aztán vért benne lelni valami nagyobb darab húst, az elkezdte rágni. Rágta, de sehogy se boldogult vele. Aztán mérgében megfogta az egész fazekat, zsuty, kivágta a kutya elé, az nagy mérgesen dobogva elment lefeküdni. De aztán másnap reggel Koma asszony megy a masinyához, keresi a mosogató fazekat a csutakkal, de sehol nem lé, csak a leves volt ott. Bezzeg a Koma sunyított. Nem merte elmondani, hogy az icaka megrágta a csutakot? Na hát én ilyen húst nem kérek, már nem elég jók hozzá a fogaim. Pesta bácsi, ide be van! Ide be! Ide toltam, ide be! A disztort rend is ide kölkeinek! Na már nál is szaladtak, na csak találkoztak veletek! Jó, de én ilyet akkor sem mentem volna, hát ezek a mai fiatalok jó dolgokban már azt se tudják, hogy mit csináljanak. Na, hagyja ígyet. Na hát elég inkább akkor ilyet, én ezt adok. Hát van egy kutyám, Puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli. Ágnes. Na, de utában magam vagyok, Gyuri. Kölykedzik a Puli, borjadzik a Zsuzsi, babázik a Juli. Na, most vagy bajba, Gyuri. Odakint, a rossz kutyát is kell kivenni. Le is fagyott a lónak a szarva.
De hiszen a lónak nincs is szarva. Hát persze, hogy nincs, már lefagyott. Sütöttem egy kis kugácsát akartam, de csak kifile. Az is jó lesz, köszönjük, jó fog érni. Kurós kugácsát akartam, de ezek a rohadt tegerek nem beleszartak a turóba az élet. Mert nem tudom rendelni. Majd holnap elviszem a piacra, büdös városjában. Csak te korasszony, hogy jó, jaj. Egyetek, csak egyetek, legalább több lesz a tejetek. Kérdőre, kalmos, gyere be, rongyos! Adjon Isten, szép jó estét! Adjon Isten, kerüljenek bévül! Na aztán hoztak-e nekünk valamit? Hoztunk! No mi? A címe, Felér és a Tehén. No meséljék, hadd lássuk, hadd vigadjuk! Jóska! Jóska! Hol tekereksz már? Jóska! 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 Itt vagyok, nagyságos uram. Parancsoljon be. Na, ide figyelj, Jóska. Te most átmész a szomszéd faluba, kimész a vasútállomásra, azt elhozol egy embert. El. De kit hozok? Balog Kázmér marha kereskedőt. Na menj! Megy. De honnan ismerem fel? Hisz még sose látta. Na ére figyelj, Jóska, olyan sokan nem fognak leszállni arról a vonatról. Akit te keresel, az egy középkorú úriember, szépen felöltözve. Világos? Az. Azt hozza mi? Azt! Mondd neki, hogy tudod, hogy miért jött. Pontosan tudod. Ültesd föl magad mellé a kocsira, és hozd el ide szépen hozzám. Hozom. Várj! Nézd, Jóska, az a helyzet, hogy lehet, hogy mégis jobb volna, ha nem is szólnál hozzá semmit, se idefelé jövök, mert a végén még konspirálna. Konspirálna. Hát nem tudom, mit jelent ez a szó, de jól mondjuk. Teljesen mindegy, te ezzel ne is foglalkozzál, csak azzal törődj, hogy tartsd a szád, így mi? Nem mondok semmit. Jó, most már mehetsz. Jó, most ma megyek. Menjél már, na. Hú. Hát ez a Jóska, ez nem túl egyszerű eset. Na de legalább megbízható. Éj, Pista, de jó, hogy itt találod. Mert ha beszéljünk a dolgot, ezt a lányt igazán férhez kéne már adni. Még a végén a nyakunkon. Előbb a tehén. Mi a tehén, nem takarok férhez? Nem, el annyi. Most az a fontos. Á, Istenem, itt van a pártában nekünk, Helén, Helén, édes Istenem! Helén, Helén! Hát milyen végig az, hogy Helén? Hát mindig plancolni akartál, ezért adtad neki. Miért nem lehetett volna, mondjuk inkább Böske. Böske, Böske, te így balagált közben! Közben te, az akkor is sokkal szebb lett volna. Én aztán beszélhettem neked, járathattam a számat, csinálhattam, amit akartam, de akkor is csak mentél a nagy fejed után, mint egy tök. Nem tudnál te én hozzám egy kicsit kedvesebb lenni? Nem! Most nem! Első a tehén, mint már mondtam. Megyek, meg is kefélem. Kefél? Csak ki tudja venni kefélheted? Hát remélem, hogy most már nem sokáig. El kell adni punktum! Össze, el kell adni punktum! Gábernél meg! Jaj, édes anyám, olyan szépet tartottam! Jaj, gyönyörűségem, szépet álmodtam. Egy legényről álmodtam, aki megkérte a kezemet, pedig nem is ismert. Ekkora bokrétával állított be hozzám, évek csak ott álltam szótlanul. Fiatal volt, pörgek alapot viselt, amire virág volt tűzve. Jaj, édesanyám, én olyan szépet álmodtam, de aztán fölébredtem. Kislányom, ne keseredj, szerzek én neked férjet. Meglátod, előbb-utóbb szerzek én neked. Jaj, de jó is volna, nem maradnék le a világ csúfjára. Apád azt mondta, hogy eladja a tehenet, aztán utána te következel. De én csak nem bírok várni, most vagy csak, azonnal intézkedünk. Jó, hát bízom én édesanyám leleményességében, csak lássék gyorsan munkához,
Én is nekilátok a kelengye varázsának, vagyis a folytatásához befejezés. Gyönyörűségem, barjás, semmilyen. Na, ezen a lányon nem fog múlni a dolog, az biztos. Hogy én, hogy most mit és hogyan, nem tudom, de a dolgom után nézek én is. No, itt is vagyok. Kíváncsi vagyok, mit fognak szólni? Hát az attól függ, mit kínál. Mit kínálok? Ja, hogy mit kínálok? Hát azon nem lesz gond. No, nem érek rá magával itt diskurálni. Maradjon itt, mindjárt jön az úr. Jól van, menjen, csak menjen. Jaj, Kálmán, nagy fába vágtad a fejszédet. Ide jön egy lányos házba, háztűznézőbe, idegenen. És mi lesz, ha kibenderítenek, mint macskát szarni? Na mindegy, lesz, ami lesz. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát az úr mi áradban van? Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Hát csak az elején, mert úgy értem meg. A szándékaim komolyak. Hát úgy gondolom, hogy ez nem az eleje. Bocsánat, úgy értem, meg akarom kérni a lányok kezét. Hát amúgy hallom, ez még mindig nem az eleje. Mi? Ha, fogal jó, helyet kínálom. Igen, tessék, leülni. Tessék, leülni. Aztán, hogy került ide? Hát a lányokat a vásárban láttam meg először egy maga formájú asszonysággal. Hát igen, magamat én formázom a legjobb. Megtudtam, hogy hol lakik, és azzal én jöttem kérteni a szívemet. Öntse csak, öntse, olyan régen nem öntötték már. Igen. De, jaj, ezt így szokták mondani, Jaj, ezt a Pista megtudja. Pista? Ja, az unam a Pista, az unam a Pista. Azt hittem már valami rivális. Rivális? Ó, régen nem volt itt már rivális. Őszinte legyek, soha nem is volt. De... mondja csak, drága uram. Megszólok a kislányomnak, nem nézem. Menjen, csak kíváncsi, hogy mit fog szólni hozzá. Ülj a türelemmel, rögtön jön. Ez könnyebb volt, mint hittem. Jó napot kívánok! Hát maga már itt is van. Hát, nagyon örvendek, hogy végre megérkezett. Örvend? Ezt nem értem. Igen, örvendek. Remélem, hogy hamar egyességre tudunk jutni egymással. Hát engedje meg, hogy először bemutatkozzak. Balogh Kálmán vagyok. Kálmán? Hát nem Kázmér? De nekem azt mondták, hogy Kázmér. Na mindegy, ez a lényegen mondjuk nem változtat semmit. De mondja már meg, hogy mit akar maga itt ezzel a bokrétával? Hát nálunk ez így szokás, hogy virágban érkezünk a házhoz, ha komolyak a szándékaink. Ezt higgy el, hogy nagyon örülnek, mert nekem is. Úgyhogy esik parancsolja, foglalj csak helyet. Én a lányokat a vásárban láttam meg először. Micsodát már a vásárban látta? Ez fantasztikus! Ez akkor pontosan tudja, hogy miről van szó. Igen, már akkor elvarázsolt. Elvarázsolta? Ide figyelj, itt az a helyzet, hogy már mindjárt az elején le kell szögeznem valamit, mert hogy a tehén, mert én már csak így szólítom, már nem épp fiatal. Hát nem épp fiatal. Hát nem is túl öreg, sőt, nagyon jól néz ki. Maga szerint jól? Hát végül is ez nézőpont kérdése, az igaz. Azt viszont már tudnia kell itt mindjárt az elején, hogy, hogy is mondjam ezt magának, hogy baj van a belejével. Jaj, szegényke. Igen, néha végig fossa a lábaszárás. Végig fossa a lábaszárás? Igen, de nem sokszor fordul elő vele, havonta csak egyszer, vagy maximum két alkalommal. Hát, ha éppen nulla lenne az ideális. Na se baj, édesanyám főz majd neki valami finomat. Nagy krusdol, édesanyám. De hogy van itt még valami. Úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben nagyon érzékeny lett neki a tőgye. Hát igen, azt vettem észre. Micsodát, maga már a tőgyet is megvizsgálta neki? Hát csak utólag, csak felületesen, sőt, csak úgy lopva. Egyébként semmi baj sincsen vele. Csak etetni kell, azt elmond. A herét nagyon szereti. Hogy mit? Hát főleg a fonnyat herét szereti nyalogatni. Nyalogatni? Bizony, nyalogatni.
Csak úgy tocsog a szájában a nyálajomtól. Hát szép lány az ilyen. Micsoda? Lány? Lány mondtam volna? Hát nem lány, azt kérem. Már kétszer fiat. Gyere, nyugodjon meg, ne fél. Fialat még magának is úgy 10-15 legalább. Benne van a vérében. A vérében. Úristen, hol kerültem? Ez nem látni ám rajta. Ez csak azt tudja, aki ápolgatja. Aki kefélgeti. Kefélgeti? Ó, magam kefélgetem az utóbbi időben. Hát, ilyet, mint a mai fiatalokra rábízni, hát ezt nem igazán lehet. Hát még szép. Hova keveredtem, Istenem? Egyébként jól jár vele. Merem ajánlani. Most már csak azokban a részletekben kéne megegyeznünk, hogy mennyit ad érte? Mi? Még pénzt kér érte? Hát örüljön annak, hogy ezek után aki elviszi. Nem csak hogy elviszi. Jó, hát tényleg, hát az a helyzet most tényleg nem tud lábra állni, úgyhogy tényleg úgy kell elvinni. Na de jövő héten kell már szalad is. Hát de nem nekem. Na nem mondhat már ilyet, de nem mondjon már ilyet. Hát nézze meg, még csak egyszer kérem. Na jó, legyen. Jaj, azok a szemek. Azok bűvöltek el engem. Hát ilyen gyönyörű, marha szemeket még nem látott az biztos. Na, megyek, felé tupírozom kérnek egy kicsit. Tupírozza, ezen már csak az segít. Aj, Kálmán, de bolond vagy, de bolond. Maradtál volna inkább ott anyád szoknyája mellett. Köszönöm, hogy ilyen türelmesen vártál. Türelmesen? Rögtön itt leszek, én leálltál is. Mit szólt hozzá az ükségem? Mit szólt? Jaj, hát amikor elmeséltem neki, csak arra, mint aki befosott. Egy. Talán a hónapban az utolsó. Van egy kis gond. Jaj, nincsen olyan gond szívtal ezzel, amit ne tudnék én magának segíteni. Hát, de van. Ugye az a két fiú. Hát tud a két fiúról? Hát az... Akkor még csak 11 éves volt. 11? Azok a mocskok beszorították a bokorba. A bokorba? De azóta rá sem bír nézni a férfiakra. Hát ez, hát még szerencse. De én ugye nem erre gondoltam, hanem a két gyerekre ugye vár. Két gyerekre? Milyen két gyerekre? Hát akiről az úr beszélt. Milyen úr? Hát az úr, aki előbb itt volt. Jaj, nem úr az az én uram! Hát úr az, beszél hülyeségeket össze-vissza! Ne törődjön vele! Üljön csak te maga, de most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzájuk hozzám rá. Nem tudom, hol késik ilyen sokáig, mindjárt megnézem, jó? Helénkém, édes szívecském, gyere be! Megyek, csak tisztába kellett magam tenni! Napot kívánok! Na mit szólsz? Hát szavakat se találok. A meglepetéstől, ugye? Azt a meglepetést, úristen, ki ez a matróna? Azt hiszem, van itt egy kis gond. Van esetleg egy másik lányuk? Nincsen. Egyke vagyok. De jó magának. Nekem csak ez az egy szál virágszálom van. Virágszál, igen. Nekem arról másik eszembe. Azt hiszem, van itt egy kis félreértés. Én szerintem... Nem az önök lányát láttam én a vásárban. Micsoda? Nem engem látott a vásárban? Hát pedig ön úgy ringattam a csípőmet, ahogyan csak tudtam. Igen, mint a hajó ringatózik a tajtékzó tengeren. Na most aztán már elég? Hát mi gondol maga? Sértegetnek itt az én lányomat? Most megjelen innen, behorpasztom a kalapját, kinyön el innen! Elnézést, de... Nincs elnézést, a kecske szorva között ott elnéz! Hát de nem itt! Hát így gondol maga, terkez maga rülsz! Itt sértegeti az én lányomat! Gyönyörűségemet! Nem szigeli magát! Na jó, ne csinálj! El... Mi? Nézzem meg az árat! Mi? Hát ide jön ez a mocsok, ez a tetű, aztán az én... A te lányodat sértegeti! Ja! De... Látni sem akarom többet! A kívánság a számomra parant! De nem azért jött ide, nem! Hát ő a tehén miatt van itt! A miért? Hát a tehén miatt, maga a Rizskát jött megvenni, vagy nem? A Rizskát! A Rizskát! Hogyne, persze a Rizskát! Hát van magának egy nagyon szörnyű hírem.
Hiába próbáltam, nem tudtam lábra állítani. Semmi van, mert talicskával hazatolom, te hazmenjek már. És Helénnyel mi lesz? Az marad, az marad. Már megint maradok én, ez anyám gaznak a virágos kertben. Ne szüket is vagyok, hogy engem az nincsen baj, mert ha baj van, egyem a úgycsillat. No, akkor megveszi a tehenet? Meg, hogyan? Meg, persze. Csak ne legyél olyan rondán, mondjam. Itt a kezem nem disznórász. Az áron meg majd később megegyezünk egymással. Hogyne, persze, majd később. Egyszer volt Budán kutyavásár. A tehén a magáj. Na, eddig a tehenet, de még itt maradt. Jó napot kívánok! Jó napot! Mit kínálnak eladásra? Egy tehenet. Na már elkezd! De... Kicsoda maga? Balogh Kázmér vagyok, marha kereskedő. Most érkeztem a vonattal. Aha. És hogy került ide? Hogyan, hogyan? Hát mivel nem várt senki az állomáson, jöttem gyalog. Gyalog, mint Balogh. Egy példátlan világválságban mi magyarok példamutatóan összefogtunk, hogy elhárítsuk a bajt, amely mindannyiunkat fenyeget. Összefogtunk, hogy támogassuk azokat, akik értünk küzdenek. Kórházakban, rendelőkben dolgozókat, a frontvonalban szolgáló mentősöket, az eladókat, a gyógyszerészeket és a tanárokat, akik a mindennapokban segítenek, és a bátor önkénteseket, akik a leginkább rászorulókról gondoskodnak. Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A város kinyitott és készen áll a vendégek fogadására. A magánszállás helyekre már érkeznek a turisták, a szállodák többsége pedig a következő egy hónapban tervezi a nyitást. Hévízen a fókuszban most a biztonság és a minőség áll. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Az elmúlt hétvégén megnyitott a tófürdő, a lazítások következtében pedig sorra nyitnak az üzletek és a teraszok is a városban. A megszokott szolgáltatások jó része így már elérhető. Az össze is állítottunk gyakorlatilag egy 5+1-es csomagot, ami tartalmazza azt, hogy a foglalásokat 100%-ig megkapják az emberek, 100%-os a védelem gyakorlatilag, amit ma nyújtani kell ezen helyzetben. Nyitva vannak az üzleteink, nyitva vannak a szálláshelyek, nyitva van a hévízi gyógyfürdő, úgyhogy Hévíz, még ha nem is azon abban a mennyiségben, mint a veszélyhelyzet előtt, de 100%-os biztonsággal és 100%-os szolgáltatásokkal várja az embereket, mind az egészségturizmus, mind az aktív turizmus, mind pedig a gasztronómiai szolgáltatások területén. A napokban 4500 válaszadó részvételével kutatást tartottak, amely szerint a megkérdezettek 80%-a választaná úti célul a várost, többségük pedig mielőbb, már május végén vagy júniusban szeretne jönni. És bár a külföldiek még nem érkezhetnek, de jelentős az érdeklődés a német és az orosz piacról, és hasonló a helyzet a cseh, szlovák és szlovén vendégek körében is. A magánszálláshelyek és a panziók reagáltak a leggyorsabban. Ahogy lehetővé vált az, hogy az emberek utazzanak, ők gyakorlatilag másnaptól már tudták fogadni a vendégeket. Náluk alapból adott az, hogy külön apartmanokban elkülönülten tudják a családokat vagy a párokat elhelyezni, tehát nagyon könnyen fent tudják tartani a kötelező távolságtartásnak az intézményét, úgymond. A hévízi hotelek és panziók rugalmas foglalási feltételeket dolgoztak ki, hiszen még van némi bizonytalanság az utazást tervező körében, és ezzel is szeretnék megkönnyíteni a turisták döntését. A Veszprémi Főegyházmegyében összhangban a kormány által nyújtott enyhítésekkel részlegesen feloldották a szentmisékre vonatkozó korlátozásokat.
Így március óta először tarthattak nyilvános szentmisét a településeken, így Hévízen is. Természetesen a szükséges biztonsági előírások betartása mellett várták a híveket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. A veszprémi érsek határozata alapján ismét tarthatók nyilvános szentmisék az egyházmegyében, lehetőleg szabadtéren. Ennek megfelelően Hévízen az egregyi templom mellett a múzeumkertben várták a híveket. Az Isten tiszteleten csak a 65 év alattiak vehettek részt, és a jelenlévőktől azt kérték, a külön háztartásban élők tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot. Ezen kívül az előírásoknak megfelelően csak kézbe áldozhattak a hívek, és a kézfogás is tiltott volt. Természetesen a templom az most nyitva van, ki van helyezve kézfertőtlenítő, a szenteldvíztartóban nincs szentelt víz, de viszont hát mindenkinek azért így próbáljuk lehetővé tenni azt, hogy hát egy rövid imára vagy egy kis megpihenésre próbálnak, lelkifelüldésre próbálnak betérni a templomba. És akkor hát így, ahol meg tudjuk oldani, így Hévízés környékén, akár ugye Hévízen itt az egredi templom mellett, Alsópálkon a templom előtti téren, Rezibe pedig a plébánia udvarán tudjuk megoldani így a szentmiséket addig, amíg zárt térbe nem tudunk bemenni. A nagyszámú jelenlét is azt mutatta, hiányzott már az ilyesfajta lelki feltöltődés a híveknek, hiszen a szertartásokon való személyes részvétel fontos a hitéletben. Hálát adhatunk a jó Istennek, hogy épségbe, egészségbe átvészeltük legalábbis eddig ezt a nagy bajt, és nagyon örülök, hogy újból részt vehettünk egy ilyen szent misén. És mi itt lakunk a szomszédban, nekünk olyan nagy öröm volt újból itt lenni és részt venni a misén. Magyar úr, szád úr, édes hazánk. Az esperestől megtudtuk, amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik és nem érkezik újabb érseki rendelkezés. Vasárnaponként 10 óra 30 perctől rendszeresek lesznek a nyilvános szentmisék Egregyen, a múzeumkertben. Ám továbbra is azt kérik, csak a 65 évnél fiatalabbak vegyenek részt rajta. Az idősebb korosztály vasárnaponként 14 órától továbbra is felvételről követheti a szentmisét televíziónkban, vagy az interneten keresztül. A rendszeres kézmosás és a fertőtlenítőszerek használata a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos. Bőrünk egészsége szempontjából azonban nem szabad megfeledkeznünk a hidratálásról sem. Hasznos szakértői tanácsokat kaphatunk a következő percekben. Védjük meg bőrünket a káros hatásokkal szemben. A testünk legnagyobb szerve a bőr, az első és a legjobb védelmi rendszer a külső hatásokkal szemben. Amikor egészséges, számos rétege összhangban működik a védelem érdekében. Amikor azonban károsodott, már nem képes hatékonyan ellátni barrier funkcióját. A rendszeres kézmosás, a fertőtlenítőszerek gyakori használata kiemelten fontos a vírus terjedésének elkerülése érdekében. Ha nem megfelelőképpen alkalmazzuk, károsíthatja bőrünk hámrétegét és kialakulhat a kézszárasság. Ezért ne feledkezzünk meg a bőrápolásról sem. A kézmosást követően váljon rutin tevékenységé a hidratálás is. A kézmosásnak megvan a szigorú előírása, hogy az 40 másodpercig hogy tartson ebben a vírus veszélyes időszakban. Fontos, hogy a gyakori kézmosások után visszahidratáljuk, visszakenjük kézápolóval a bőrünket. Ez legjobban olyan szerekkel történhet, ami bőrazonos lipideket tartalmaz, ezeket a ceramidokat, illetve tartalmazhat olyan anyagot is, ami a vízvesztést gátolja, tehát ott tartja a szarulétekben a vizet. Leginkább érdemes körülnézni patikákban, ahol bevizsgált készítmények vannak. A szakember hozzátette, most kiemelten fontos a védekezés. Használjuk a javasolt maszkot, amit minden esetben tiszta kézzel helyezzünk fel az arcunkra. A kézmosás minimum 40 másodpercig tartson, szabályainak megfelelően szappannal, meleg vízzel. A bevásárlás során használjunk gumikesztyűt, a maszkot pedig minden esetben a pántjánál fogva távolítsuk el a bőrfelületről.
A jó idő beköszöntével az UV-sugárzás is bőrünk szárazságát eredményezi. A fényvédőszerek használata mellett kerüljük a tűzőnapot, védjük magunkat kalappal, napszemüveggel. A fényvédőkrémeknek ma már érdemes figyelni azt, hogy ne csak UVB ellen, hanem UVA ellen is védjenek, hiszen mind a kétfajta sugárzás károsodást okozhat a bőrben. Az UVA ugye egy kicsit mélyebbre hat, a bőr kollagén és elasztikus rétegét, rostjait károsíthatja, tehát magyarán ez főleg a nőket érdekli, hogy a bőröregedést felgyorsítja. A bőrrák kialakulásában is természetesen szerepe van. Az UVB pedig tudjuk, hogy a D-vitamin képződésért felelős, és a bőr felégéséért. Tehát óvatosan a napozással. Használjunk bőrtípusnak megfelelő fényvédőszereket. Érdemes legalább 30 faktorosat alkalmazni, mely UVB és UVA sugárzás ellen is védi bőrünket.